Intulatokkal, ajtócsapkodással és érzelmi kitörésekkel kezdődött a Petőfi-liget színház sorozatának záró előadása. A Bagoly és Cica színműben Félix és Doris történetével ismerkedhetett meg a közönség. A cselekmény szerint az ifjú író a nagy áttörést várja a karrierjében és szakadatlanul dolgozik regényén. Doris az érzelmeinek élő lány pedig modellterveket dédelget. Mind a kettő ember sikertelen abban, amit csinál, és emiatt frusztrált, ez a lány is, és csak a lány teljesen máshogy rejti, tehát a harsánysága mögé rejti ezeket a félelmeit, amíg a fiú tényleg visszavonul. És hogy ez talán a közös pont, amit a lány megérez, hogy itt még van a fiúban, és próbálja kipiszkálni belőle. Ebből a jelenetből is látszik, Doris és Félix pillanatok alatt egymás idegeire mennek, mégis össze vannak zárva egy kis garzó lakásba, ugyanis a nőt Félix feljelentése után az éjszaka közepén kiköltöztetik a lakásából, ezért dönt úgy, bekopog és menedéket keres a férfinél. A Félixet alakító színész Szabó Kímel Tamás elmondta, bízik abban, hogy szeretni fogja a darabot városunk közönsége. Én azt hallottam, hogy nagyon színházbarát közönség van, hogy nagyon szeretik a színészeket, a jó előadásokat, és bízunk benne, hogy ezt is egy jó előadásnak fogják tartani, és fognak minket nagyon szeretni. Jó, akkor én meg befejeztem! A humoros jelenetekkel tarkított történet végére az indulatokon felülemelkednek az érzelmek, így a fiatal író és a modell palánta egymásba szeretnek, és összekötik életüket.